A Színész Morzsák című sorozatunk ismét meglepetéseket tartogat a színház kedvelőinek. Azt hiszem, nem kell ezt az arcot bemutatnom, hiszen Gyulán és a képernyőn, filmvásznon mindenütt ez az ismerős arc köszön ránk Kálai Ferenc képébe. Feri bácsi, és hogyha szabad lesz, akkor így folytatnánk a beszélgetést. Éppen most egy uszodai programról érkezett ide. Hogyhogy? Hát az ember megpróbálja a kondícióját megtartani 70 év körül, és egy napi félórás benzómat már lelóttam reggel. Elég sokáig tartanak a próbák, de ez semmiképpen nem hagyom el a reggeli úszást. Ha nem tenném, lehet, hogy már nem is élnék. Akkor csapogjuk egy kicsit, mert a színész, és inkább talán az ember, Kálai Ferenc próbáljon egy kis önvallomást tenni. Egy kedves ismerős, amikor megtudta, hogy mi ma itt beszélgetni fogunk, akkor azt a kérdést tette föl, amit most én tolmácsolok, hogyan lehet ennyire valószínűtlenül átélni szerepeket és megjátszani? Hát én valamikor egészen még középiskolás koromban olvastam a Petes Imrének egy kis könyvecskét, amit van a színészetről, és beleragadt a fejembe az a mondat, hogy a színészet átélés nélkül kutya komédia. Fogalmazzák a színészetet ebből a modern jelzőkkel úgy, hogy elidegenítés, stb. Amely stilizálja az emberi megnyilatkozásokat, az is egy műfaja, és én attól sem zárkózok el, de az átélést kérdezvén, én is jobban szeretem az egész ember idegrendszerébe, habitusába belebújni, és ezen keresztül hát eljátszani a szerepet, vagy átélni a szerepet. Évtizedeken keresztül honnan ez a hatalmas energia, és meddig tart ez? Hát az idő átadja egymásnak a stafétabotot, belül is, kívül is. Nagyon jó maszkot tud csinálni az idő. És szerencsém volt mindig szinkronban lenni azzal, hogy olyan szerepeket osztottak rám, amely mindig a saját arcom idő által formált állapotával együtt lehetett lenni. És az élet úgy rendezte, hogy tálcán adta a lehetőségeket, nekem csak le kellett igazolni egy-egy szerepen belül, hogy megérdemlem-e vagy sem. És hát gondolom, itt járva kellve is Gyulán az utca leigazolja, hogy esetleg itt-ott szorgalmammal rászolgáltam arra, hogy megérdemeltem a kellemes szituációkat. Mellesleg azt hiszem, hogy talán fel se lehetne sorolni azoknak a kitüntetéseknek, elismeréseknek a számát, ami a Kossuth-díjtől kezdve talán egy-kettőt azért meg lehetne említeni. Hát mondjuk, ha úgy mondjuk, hogy kezdve, akkor az a Jászai díj. Annak különböző változatai, aztán utána majdnem minden fokozatával kiváló művészségig, ami most azt már nem szerepel a színészetünkben, mint elismerési díj, de ideadták. De gondolom értékálló volt a produkció, és... Hát én azt hiszem, hogy döntse el mindaz, aki ismer engem, hogy megérdemeltem-e vagy sem. Mert a Kossuth-díj is olyan dolog, hogy 10 perccel előbb kapni sokkal nagyobb átok, mint 5 évvel később. Akkor menjünk tovább a kérdésekkel. Az előbb a generációs témát említette. Én akkor ebbe kapaszkodnék bele. Vég Péter fiatal a pályán, itt játszik most önökkel, és ő nyilatkozta, hogy az atyai kedvességgel és jó szándékkal segíti az idősebb korosztály, bocsánat, örök ifjú korosztály, Besenyei Ferenc, Kálai Ferenc az ő munkáját, például a Lér király szerepében, illetve ebben a darabban. Nagyon tehetséges fiatal kolléga, szorgalmával, rátermettségével az embert inspirálja arra, hogy amikor nem mindig tud egy lépéssel tovább menni, akkor megpróbál az ember segíteni. Maga az a szeretet, amelyet az ember tehetséges fiatal iránt érez, a tehetséges fiatalnak egy jó meleg ágy ahhoz, hogy ő saját ényét, a saját személyiségét egyre hamarabb kibontakoztathassa. Ez jellemző a kollégák körében egyébként? Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy igen.
ki milyen képességekkel tud hozzányúlni, milyen pedagógiai eszközökkel egy fiatal színészhez. Én voltam tanár főiskolán egy ideig, és onnan való tapasztalatom az, hogy erre a pályára születni kell, és legfeljebb ízlést lehet tanulni a főiskolán. Plusz azt, hogy ezt a sok ördögöt, amely a megnyilatkozásokat támadja, félelem, görcs, kátlások, egyebek, ezeket ki a maga ényéből, a maga habitusából, hogyan tudja elhessegetni ahhoz, hogy egyre termékenyebb legyen a munkája. Lapozunk tovább a jelenlegi évek, vagy évtizedek, meg annyi minden változást hoztak az életbe, a társadalomba, a politikába. Ezek a politikai változások mennyire éreztetik a hatásokat a szakmában? Kétségtelen, hogy őt sem kerüli el, mármint a színészetet nem kerüli el ez a történelmi vetésforgó. Gondolom a színészetnek az a dolga, hogy megőrizve a maga méltóságát, világnézetét, állja a sarat, és ha egy mód van rá, ne pörögjön túl, se balra, se jobbra, hanem a embert, a humánumot, a társadalomba való elhelyezkedést próbálja ő maga is személyében viselni, ki szabadul a maga világnézete szerint, és a mi országunkra még nem jellemző, nem egymást agyonütve érveivel, hanem konzultálva beszélgessen a világról. És gondolom az a hatalom, a szerencsés, aki a színészetet, főleg a jó színészetet, akiben hitelképesség van, arra használja, hogy a társadalomban meglévő konzultációt erősítse, és ha fölkérdezik vagy megkérdezik, akkor hagyja szabadon lélegezni azt a gondolatot, amit egy színész adhat a társadalomnak. Gondolom, nem vallja kárát az a hatalom, amely megkérdezi a gondolkodó színészt, hogy hogy is van ő most éppen, meg hogy látja a jelenlegi helyzetet. Egy darabig lehetősége volt belekóstolni a politika nagy színpadán, parlamentben 4 évig. Az utolsó úgynevezett átkos időszakban, ahol volt szerencsém látni azt a lehetőséget, hogy ki hogyan próbál javítani azon, ami volt, és hogy próbálja a jövőt. A további véleményezésemet most nem tartom szükségesnek, mert nem használnék vele, esetleg beleesnék abba a hibába, mint mondjuk az elmúlt 4 év, hogy csak azzal foglalkozott, hogy döntően azzal foglalkozott, hogy mi volt rossz a múltban. Most azon reménykedem azon, abban, hogy a jelenlegi vetésforgóra került vezetés azzal is fog foglalkozni, hogy mi is lesz a jövőben, és hogyan lesz jobb a jövőben. Biztosra veszem, hogy a jövő évezredek után azért a teátrumot azt változatlanul megújítva és önmagát megújítva tovább fog folyni. Gondolom így látja ön is, esetleg a Gyulai Várszínházat is. Én remélem, hogy tényleg a végeken született szép akarások tovább fejlődnek és tovább élnek, hiszen megéri. Megéri ez a város, a város emberei, hiszen utcán végigmenve tapasztalva. Valahol sugárzik az emberekből a szépre vágyás, a jóra vágyás. Nézd, én nem élek itt, bár a környékre való vagyok születésileg, és körülbelül ezt a krecliét a világnak emberileg úgy magam bőrén és belsőmben is érzem. De öröm látni és érezni azt a simogató köszönéseket, amelyel találkozom nap, mint nap. És az a külső legis látható város fejlődése, a virág, a zöld területek és a benne lévő emberek, én bennem nagyon jó impressziót váltanak ki, azért is döntően jövök ide, a nyaranta most már egy jó pár éve. Itt barátaim lettek, születtek, jó barátságok. Nem akarok most neveket felsorolni, mert de a szállodától kezdve, ahol lakom, az ottani személyzet körül öleli az embert szeretettel, és hát az ember nem tud más mondani, csak az, hogy köszönöm a városnak ezt a meleg, kellemes atmoszférát, amit nekem nyaranta ad. Öröm hallani ezt, mint Gyulai, de ha már itt a
közeli születéséhez említettük, amit elárulhatunk, hogy Gyoma, akkor kanyarodjunk vissza a gyerekkorhoz. Egy kis fiatalember szintén egy kérdést intéz önön, illetve rajtam keresztül önhöz, hogy a színészek azok tényleg olyan fene gyerekek voltak gyerekkorukban? Hát én nem tudom, hát magamat emlékébe vizsgálgatva már akkor indult bennem ez a pálya különböző hatásokra, vagy a pap prédikációja, vagy a különböző ünnepségeken a szónok hatására. Szomszédok anyám meséből tudom, hogy 4 éves koromban, talán még annyi sem, behúzgáltam a ágyterítőt, és kimentem az udvarra egy terméskőre állva, és ott mindent össze-vissza hordva, tücsköd, bogarat, riogattam a tyúkokat, és a szomszédnéni az odajött látva a kerítésen keresztül, hogy toporzékolok ott a terítőn. Anyám piacról jövet megállított, hogy nézze már, hogy mit csinál a maga fia. Anyám nem volt olyan lelkes, és megpróbált lebeszélni arról, hogy legközelebb, ha itt nem próbálok produkciót csinálni, akkor ne azon a terítőn, amelyet nem szívesen látott piszkot, meg egyebeket, amit a gyerek kihurcolt az udvarra. Na mondom, ez innen indult, és én azt hiszem, hogy ez, miután megtanulhatatlan pálya, az ilyenfajta génekből, akiben ez megvan, vagy olyan mély impressziókat kapott, mondom, a említett templomi vagy szónoki szituációkból, azt hiszem, hogy ez az az eset, amikor az ember azt mondja, hogy hát nem is lehetett más csinálni az életben, csak azt, hogy ilyen színészféle, vagy pap, vagy nem tudom mi hasonló pályára lehet menni. És akkor már a középiskolában felfedezték, hogy buzgóbban, értelmesebben mondok verseket, és ez úgy konkrétizálta bennem, hogy akkor ezen az úton én megyek tovább. Végül is 3 hónapot végeztem a főiskolán, és utána jött az ostrom, körülzáródott Budapest, és akkor a véletlenek tömege elindította az életemet, szembe találkoztam főrendezőkkel, igazgatókkal, akik azt mondták, hogy akkor menjek oda, a másik meg nem ide. Majdnem azt mondom, hogy 2 szerződés volt egyszerre a zsebemben, mint ahogy így is volt, de ennek a hosszú történetét nem akarom elmondani. Említettem, hogy csak igazolnom kellett az, hogy szerencse az árnyára vett engem. Egy ilyen csodálatos színészi pálya mellett a magánéletről szabad érdeklődnöm egy pár mondat erejéig. Elég nyíltan élek, úgyhogy feleségemet az ostrom alatt ismerte meg a pincébe, az ugye 50 éve, és tulajdonképpen úgy a barátsághoz, mint a szerelemhez, mint általános fogalomhoz, és a házassághoz, az együttéléshez. Emberi maximumig monogám vagyok, amennyire a körülmények engedik. Nem sok ördögöt engedek magam köré, legfeljebb egyet-egyet. Az a hosszú távú házasság, az az érzésem nem csak az én érdemem, hanem a feleségemé, aki körülbelül, amikor 50 évvel ezelőtt találkozott velem, akkor feltételezte, hogy ez egy csiklandós szituáció, és soha nem kérdezte meg tőlem rossz ízűen, hogy hol voltál és hova mész. És ez egy döntő dolog az együttélésben. Hát azt hiszem, hogy ezt remélem sokan hallják és megszívelik. Elég már önző dolog, kétségtelen, de hát így adódott, úgyhogy ezzel én is csak henceghetek, hogy ilyen feleségem van. Eddigi mondataiból azt lehetett kiszűrni, hogy teljesen nyílt, és az emberi kapcsolatai rendkívül közvetlenek. Ebből a mai világban szeretet, hit, emberség vonatkozásába ennyi élettapasztalat után mit tudna mondani szinte a fiatalabb generációknak? Hát én ezeket a idő által társadalomban kipingált szavakat és mondatokat úgy szeretem funkcionálni, ezt a rossz szót használjam, hogy nem igazán demonstrálom azt, hogy magyar, sem azt, hogy Istenhez fordulok esetleg bajaimban, hanem valahogy bennem van. Nem kell külön rátenni 2 lapáttal, sem arra, hogy magyar vagyok, sem arra, hogy Isten hitem van. És néha haragszom
az Istenre, mert úgy érzem, hogy elég szadisztikusan viseli az emberiséget, vagy kezeli a hazámra, hogy ebben a közép-európai húzatban nem mindig állja meg magát maga gerincével, hanem talán nem is tehet más, mint hajlik ide-oda. Ez a reális helyzete a dolognak. De azt, hogy a hazámban élő embereket tulajdonképpen nagyon szeretem, hiszen az egész pályám összefügg azzal, hogy kérem a szeretetüket, és olykor-olykor erre úgy egészébe véve a magyar embert, mint olyat, ritka példánynak tartom, hogy időtállóan meg tudta állni magát ebben a szörnyű szituációban, ahol éppen van. Amikor éppen haragszom rá, azt mondom, hogy nem kéne ezt így csinálni, de minden esetre azt, hogy aki azt képzeli, hogy azzal, hogy lehülyézi a népet, időtállósan tud vezető lenni, az téved. A nép az nagyon okos. Megszokta az áldozatvállalást, óriási türelemmel viseli az életet, ami nem könnyű. Most már lassan az egész világnak nehéz, hiszen az az elme, amit az emberiség létrehozott maga körül civilizációban, aszinkronban van az ember anyaggal, amely imitamot nem csak a mi köztünkben, az egész világon bizony silányabb, mint ahogy én szeretném. Azt hiszem, hogy ezekhez nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni. Talán annyit tennék én hozzá, hogy az elkövetkezendő években is lássuk itt a Gyulai Vár színházában, és alkalmatán esetleg ismét beszélgessünk. Ennek egy évben köszönöm a mostani találkozásunkat. Én is köszönöm.